Détót Norbert, utazó lelkek. A Világegyetem emberi számítások szerint közel 14 milliárd éves. Egy emberöltőhöz képest ez mérhetetlenül hatalmas szám. Tizedes törttel is nehéz kifejezni, milyen apró is ez. Én azonban másként látom ezt. Tudom jól, hogy az emberek lelke visszavezethető a Világegyetem kezdetéig. Szokták mondani, hogy a gyermekeink választanak ki bennünket, és nem fordítva. Ebben teljesen biztos vagyok. És abban is, hogy gyermekeink döntenek afelől, hogy hozzánk kerüljenek-e vagy sem. Noncó és Polly lelke évmilliárdok kezdetére is visszavezethető, akik várták, hogy dönthessenek. Dönthessenek, hogy megfelelő szüleik lehetünk-e számukra. Tény, nem vagyok mindig materiális. De tudom, hogy nem csupán a sejtek, kromoszómák, az ovuláció és zigóta együtthatása ez. Ez egy földön túli univerzumokat átölelő jelenség. Jelenség, melyet léleknek hívnak. Lélek, melynek földi szerepe egy villanás csupán. Mégis a legnagyobb és legfontosabb villanás számunkra. Életünk során tettünk jót és rosszat egyaránt. Követtünk el hibákat és cselekedtünk emberit. A mérleg jobbra és balra is billent, miközben gyermekeink látták, érezték, tudták, mit cselekszünk. Nem tudom mikor, melyik cselekedetünk volt az, amiért úgy döntöttek, hogy hozzájuk kell tartoznunk, mi lehetünk a szüleik. De örökké hálásak leszünk nekik érte. Hála és feladat. Feladat, hogy a belénk vetett bizalmukat megerősítsük. Bizalom, mely közel 14 milliárd éve kering a Világegyetemben. Világokat átutazó lelkek, melyeket most apró gyerekek testében kaptunk kölcsön, mi szülők. Ezért vigyázzon mindenki a saját utazó lelkére, gyermekére.